Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjenek a mili fegyverek és modolások, vagyis azok a mili fegyverek, amelyekről én úgy gondolom, tehát ez egy személyes vélemény, hogy jók, érdemes megtartani, esélyt adni nekik és játszani velük. Természetesen kedves Warframe Istenek, az áldja az égeneveteket, már feláldoztam két kecskét és hat kubrót, hogy ezt a videót elkésíthessem. Persze lehet, hogy most már lassan ez kezd nektek kevés lenni, ezért legközelebb talán még többet fel fogok áldozni, és áldott legyen még egyszer a nevetek, hogy engeditek, hogy megcsinálják egy ilyen videót. Na, jöjjenek is a fegyverek szépen gyorsan, ABC sorrendben, és ja, hát lássuk is, hogy hol tartunk. Az első az ACK és Brunt, amiről úgy döntöttem, hogy megtartom, egyrészt azért, mert aféle Prestige fegyver, amióta kijött az Equinox, és egész jól néz ki Halloween skinben. Semmi extra nem volt, de azt kell mondjam, hogy ha elmész és kiformulod az Equinoxot, ugye, az Uranuson, Tyregornál, akkor kapsz egy egész jó Warframe-et, és ugye a kezébe adhatod akár ezt a kis mili fegyvert, ugye van neki egy pajzsa és törje, nem tudom, hogy izéhez van-e kötve, Mastery Rankhoz, nem hinném, és hogyha nincs Mastery Rankhoz kötve, akkor egy nagyon jó kis fegyver tud lenni. Nem kell bele forma, ez egy nagyon jó dolog, és ezeket bele lehet rakni, és azt mondom, hogy egész jó. Én Radiation Damage-re húztam, mert hogy arra volt kedvem. Pressure Point Berserker, mert egész magas a kritikus esélye, az a 20% elég gyakran elkapcsolja a Berserkert, és egy kétszeres szorzója van, szóval ez itt tök jó. Pressure Point Berserker, Volcanic Edge, és Shocking Touch, Jagged Edge, Molten Impact, Focus Energy, Voltage Strike, és hát ezeket az adatokat lehetett belőle kihozni. Szerintem egész jó, és mondom, egy ilyen kezdőszintű, alacsonyabb, Master Rankkal rendelkező szinten, hogyha ez a fegyver is Master Rankhoz kötve érdemes, sőt, építsétek meg, mert tényleg egy egész használható kis fegyver. Bow Prime, ha bro... őszintén szóval nem sokat foglalkoztam vele, de ez a fegyver nagyon OP. Nagyon OP, úgyhogy ha a kezetekbe kerül, érdemes megcsinálni. Ráadásul kb. 10 platé meg lehet venni, szóval, hogyha nincs kedved farmolgatni. De ami látjátok, nagyon ebbese kell forma, és eléggé jól ki lehet modolni, és erős. Ez a fegyver erős, tehát alapjáraton magas adatai vannak egy karthoz képest. És tényleg egy jó, jó kis, és gyors is ahhoz képest, hogy milyen mérete van. Szóval Northwind, mert ez benne egy alapban, Berserker, Volcanic és Focus Energy, Prime Heavy Trauma, vagy a Sima Heavy Trauma, azt érdemes belerakni. Pressure Point, Collision Force és Fever Strike. Ezekkel az adatok a Bow Prime tényleg odabaszós fegyver, és ez érdemes kiszedni és játszani vele, hogy én Corrosive Damage-re hoztam, de ki mi arra húzza, amire akarja, tehát lehet kombinálni az elemi sebzéseket. Bolt Ace, amire azt mondom, hogy érdemes, de az azt hiszem, ez Master Rankhez van kötve, 5-höz, ráadásul Pain in the Ass megcsinálni, meg kell hozzá egy csomó alkatrész. Többek között egy Boltor is, meg egy Kronel is, és a Kronel is egy jó fegyver önmagába. Azt is érdemes megcsinálni, mielőtt beépíted egy Boltézbe. Nekem a Boltéz az ilyen tetszik fegyver, azért lett megcsinálva, és kiderült azért, hogy ez eléggé jó fegyver. Szóval Fury, Thundering Strike, Spoiler Strike, Fever Strike, Pressure Point, Rending Strike, Northwind és Volcanic Edge. Ezek lennének azok. Ez egy jó fegyver. Érdemes kiszedni, sőt szedjétek ki egy idő után, vagy a Kronen magát, és csináltok meg, mert lehet vele egészen jól bunyózni. Na most. Következő fel, Dakra Prime-ról nem beszélnék, csak Prestige-ből csináltam meg, mert már kivették a játékról, nem olyan nagy szám, amúgy Excalibur kezében egészen jól néz ki. A Dark Sword is csak XP-zésre húzom, Dex Dakra, na igen, nagyon sajnálatos, hogy nincs már ez a játékban, ez a fegyver, viszont nem a, ha nincs meg a Dex Dakra, no para, mert ott van a Dual Kama, vagy a Dual Kama Prime most már, és ezt a kettőt, vagy egyiket, vagy másikat, de érdemes megcsinálni. Kezdőknek a Kama, a Dual Kama, a Dual Kamát mindenképpen ajánlom, mert az adatai megegyeznek a Dex Dakrájéval, és a Dex Dakra egy bizony-bizonyám jó kard, a Life Strike-ot nem muszáj beletenni.
az az igazság, tehát nem olyan, nem muszáj beletenni. Tudom, hogy kezdőszinten nem lesz meg ez a kard, ezért nem is kell, nem is nagyon kell bele a life strike, csak kellett nekem egy küldetéshez, és azért raktam bele. Szóval ezzel lettőle, ide berakhattok bármilyen tessék, slash de nincs. Jack Edge itt van, és tökéletes ez a kard kezdőknek a maga a Mennyországban, és hát a Kama most már, mert Dexdakrát nem tudjátok elérni, de a Kama mint olyan tökéletes. Szóval egy ilyen összeállítással nagyon jó dolgokat lehet belőle kihozni. Fury, Spoiler Strike, Voltaic Strike, Virulence, Scorch, Jagged Edge, Pressure Point, Northwind és Volcanic Edge, Corrosive-ra kihúzva, Blast Damage-re együtt. Tehát tényleg ez a kard jó és vág, és Jézus Mária, tehát érdemes rá számítani, és minden karakter kezébe fekszik. Mármint nem a Dexdakrában, az esetben a Dual Kama, szóval azt építsétek meg, mert jó lesz, jó kis fegyverecske. Dragonic Kama, na ha eléred a Mastery Rank 8-at, akkor ez a fegyver egy kötelező darabja, azt minden Warframe számára, egy ilyen prestige fegyver, alapfegyver, és úgynevezett Berserkörös bére szoktak rá alkalmazni. Ugye Berserkör, Northwind, Pressure Point, Volcanic Edge, igen, Focus Energy, Jagged Edge, Virulence, Scorch, Voltaic Strike. Ki arra húzza, mire akarja, ugye én kihúztam a Blast-re és Corrosive-re, happy vagyok vele, és nagyon örülök neki. Blast mindenképp ledönti őket a lábukról, szeretem a Blast Damage-et, ledönti a lábukról, és utána már egy finishert adsz be neki gyakorlatilag, ha nem is hal bele, de hatalmas a sebze az életében. És ez így van rendjén, és ez így van jól. Hát ez lenne a Dragonic Kama, über OP fegyver, amit láthatjátok, nem szorul formákra, szóval ki lehet belőle jönni formák nélkül is, úgyhogy ez a fegyver az, amit meg kell építeni, de mielőtt ugye megépítenétek, ehhez kell egy sima Nikana, úgyhogy játszatok a sima Nikanával is, mert az is OP, de a Dragonic Kama ez még rápakol egy kicsikét. Na, következő fegyver... Az igazság, Fang Prime kiszedtem, megcsináltam, és nem foglalkoztam vele, de fogok, mert valahogy engem megfogott a játékból. Lehet azért, mert Loki-val használtam többet láthatatlanban, de úgy gondolom, egy olyan fegyver, amit úgy érdemes megépíteni, és egy láthatatlan karakter kezébe adni, mint a Loki vagy az Ash, mert jókat sebez, tehát csak így alapvetően alapból megmutatom, szóval ennyi móddal, forma nélkül egy ilyen adatokat ki lehetett belőle hozni, Ami nem rossz, de egy láthatatlan karakter kezébe egészen hatékony tud lenni. Senki nem nagyon szereti, de valahogy valamiért engem megfogott, nem tudom, hogy miért le. De úgy tetszik. Glaive Prime, nagyon szeretem ezt a fegyvert, a modolásával még mindig gondba vagyok igazából. De megpróbáltam egy erős modolást kihozni belőle. De mivel kiszedték a játékból, de a sima Glaive még ott van, a pár forma segítségével le lehet érni ugyanazokat. Vagy ott van most már az új fegyver, aminek mi is a neve, várjatok, éppen most gyártom. Olyan, Kreata. És úgy gondolom a Glaive-ek ebből a szempontból egy jó fegyverek ebben a játékban, móka használni, és tényleg érdemes vele szórakozni. Szóval én így modoltam a Glaive-emet, azt hiszem, hogy a Glaive szempontjából ez mindenképp egy személy, nagyon személyes dolog, mindenki másképp modolja a Glaive, mindenki másra esküszik, én jelenleg most erre esküszöm. Whirling, Northwind, Molten Impact, Fury, Quick Return, Pressure Point, Jagged Edge és Power Throw. Én azt mondom, hogy ezek azok, amelyek. A Power Throw miatt vigyázni kell, ne üsd le magad, de egy fan fegyver, móka fegyver, és egész jól el lehet vele lenni, főleg nullifierek ellen. De a nullifierek ellen más buildet kell használni egy kicsit, hogy hatékony legyen. De a Glaive egy jó dolog, és szerintem érdemes megépíteni is móka használni egyébként. Szóval, ja, szedjétek ki, csináljátok meg, grambos húzom. A 7 az csak prestige fegyver, szerintem nem nagy szám, ahhoz képest, hogy a Stalker használja és valami jóra, istentelen jó fegyverre lehetne használni, de szerintem nem olyan nagy szám. Úgyhogy szedjetek ki, tartsátok meg, prestige fegyver mindenképp, jól mutat, meg ilyen apró dolgok, de nem akkora szám, mint amekkorának kéne legyen. Jet Kitag számomra kellemes meglepetés fegyvere volt, a klánból ki tudjátok szedni, über epic brutál tömegpusztító fegyver, ez egy jó
Igen, Prime Heavy Trauma, de a sima Heavy Traumával is 1000 Impact Damage-et lehet kihozni, szóval azért az, no, elég ütő, szóval. Voltage Strike, Focus Energy, Virulence Score, Spoiler Strike, Berserker, Collision for Prime Heavy Trauma és Pressure Point plusz egy forma. És ezeket az adatokat lehet belőle kihozni. Kevés olyan kard van, amelyik ilyen magas adatokat tud produkálni. Berserkerrel, ha ez beindul, akkor baszottul tömeggyilkos tud lenni. Nagyon jó egy Valkyr kezében, Volt kezében. Igazából örök kerektővé megteszi, de egy Valkyr, Volt, Chroma, ezeknek a kezében ez a Jet Kitag, ez egy nagyon jó fegyver. Impact Damage-el ellátva, és tényleg leüti az ellenfeleket szabályosan, jó fegyver, érdemes kiszedni, megcsinálni, hogyha már úgy érzed, hogy unatkozás, nem tudod mivel. Jet Kitag fan fegyver lesz használni, ilyen magyaros színekbe tettem. Lássuk csak, equip. Nikondi, amikor kijött, azt mondom, nem nagy szám, de végig is nagy szám, ilyen jó fegyver, különleges, és hát ugye egy nunchaku, szóval eljátszhatod vele Bruce Lee, szerintem azért érdemes adni neki egy esélyt. Mindenképpen. A Pressure Point Prime Reach, azért, hogy igazából nem tudom miért, de valahogy úgy érzem, kellett nekem egy kicsit az a távolság, főleg, hogy a nullifier veszély van, akkor kell egy kicsit neki az a távolság. Voltage Strike, Life Strike, hogy töltsünk az életen, Focus Energy, Shocking Dash, Volcanic Edge és Fury. Ezeket mondanám, ez egy olyan fegyver, ami úgy érzem, hogy érdemes kiszedni, mert jó dolgokat produkál, és ugye van neki egy stance módja, az Atlantis Vulkán, amit a Ceresnek a Survivor pályán ki tudjátok szedni a Guardianokból, ők dobják, ha jól tudom, jól emlékszem, és ezzel a Atlantis Vulkánnal eléggé jó kombokat lehet csinálni. Na most. Orthos Prime. Ez a fegyver. Az igazság, hogy ez is egy kötelező megépítendő Prime fegyverke, de kb. 10-15 plati ezt is meg lehet venni szedbe, hogyha unod a farmolását. De mindenképp építsétek meg és szedjétek ki, mert az szinte Mislingben szaggatja itt az embereket, hogy ez hihetetlen. Szóval ez a fegyver fasza. Pressure Point, Fury, Focus Energy, Fever Strike, Orga, Shatter, Spoil Strike, Voltage Strike és Volcanic Edge. Ezek nálam a bevált, ez nálam a bevált recept, de ez a fegyver nagyon jó. Tehát ezt így érdemes vele játszani és kardozgatni, mert tényleg elég jó kis dolgokat lehet vele produkálni. Prisma Dual Cleavers, ez ilyen személyes favorit, mert én a Chromával szoktam használni. Nálam ez ilyen alapfegyver a Chrománál, mert valahogy a kettő együtt nagyon összeillik, azt kell, hogy mondjam. És nagyon hatékony Life Strike-kal, azt kell, hogy mondjam, és sokáig bent tudok benne maradni, akár milyen szörnyen a harval van szó. Szóval Pressure Point, Berserker, Life Strike, Organ Shatter, Focus Energy, Virulence Scorch, Volcanic Edge és True Steel. Kihozta belőle 100%-os critical chance, ez azt jelenti, hogy kb. Minden másik ütésem kritikus lesz, szóval a Berserker mindig be fog kapcsolni, ez fel van szorozva egy 5,7-szeres szorozóval. Ez azt jelenti, hogy egész magas kritikus fog ütni ahhoz képest, hogy milyen kis adatai vannak. És de a Berserker szinte mindig be van kapcsolva, ezért a Lifestrike hatékonyabban tud működni, gyorsabban tud működni, úgyhogy nagyon jó Survivor fegyver, meglepően jó, kicsit féltem tőle, de nagyon elégedett vagyok vele, főleg, hogyha egy megfelelő karakter kezében van. Rivkász egy jó fegyver, meglepetés fegyver, csak vagyok úgy néha a fegyverek, hogyha túl OP nem nagyon szeretem használni, és a Rivkász egy kicsit OP-nak érzékelem, de móka fegyver, és így el lehet vele jól szórakozni, nem kell bele forma, és emiatt egy nagyon kényelmes fegyver, és erős is. Erős kart, szóval érdemes vele használni, egy kicsit lassú, ha bár. De ezért van benne a Berserker, egyrészt nagyon magas a kritikus esélye is, és egész magas szórtóval ősz valami, az jó, a Rapecast. Csak macer elkészíteni, mert kell bele minden pöcsöm, tellúrió, meg ilyen fasságok, szóval. Pressure Point, Voltage Strike, Berserker, ugye Focus, Energy, Virulence, Scorch, Rending Strike, True Thrill és Life Strike. Szóval ezeket a módokat érdemes belerakni, úgy gondolom, és akkor kiúzni egy korrozívra. Azért van nála szinte, hogy a fejű korrozív kiúrva, a legtöbben Grineer elemelyek, szóval. De természetesen olyan elementális sebzés az, aki belőle, ami
szeretsz és csinálsz. Igen, több kardom van, mint lövő fegyvere, jobban szeretek kardozni. Skindo Prime, Uber Epic vajó fegyver, ez az a fegyver, a Skindo vagy a Skindo Prime, amit ki kell szedni, meg kell csinálni. Skindo Prime sok formában volt, hogy elérjem ugyanazt, amit a Skindo sima sok formában volt, hogy elérjem ugyanazt, amit a Skindo Prime vagy még kevesebb formával. Mert ebben csak egy van, és az is csak a Stance mondja, hogy a Tempo Royale belemegyen. Ugye nemrég hozta a Tempo Royale-t a Trader, mert amúgy rohadt nehezen esik ez a mód. De mivel ugye a Trader hozta, ezért gyorsan be is vásároltam, és akkor be tudtam rakni. Pressure Point Life Strike, kötelező szerűen. Focus Energy, Fury Berserker, Jet Dodge, Molten Impact és Voltage Strike. És azt mondom, ezeket az adatokat lehet belőle kihozni. Radiation-re húzom azért, mert mindig olyan Survivor-re viszem ezt a fegyvert, ami hosszú-hosszú ideig eltart, és a Radiation megzavarja az ellenfelet, és ez sokat tud segíteni azon a bizonyos órás Survivor-on, azt kell mondjam, de ezeket a módokat érdemes berakni. A Skindo Prime egy nagyon jó fegyver, és azt mondom, hogy mindenkinek, aki tényleg hosszú ideig benne akar mondani a Survivoron, egy Chromával, egy Excaliburral, egy Valkyrrel, aki érdemes a kezükbe adni, és egyszerűen, mert tényleg jó kard. Vagyis bolta, vagyis nevezzétek, amit akarjátok. A Tekko meglepően jó, úgyis ez egyik új fegyver, ami bejött az Atlasszal, meglepően jó. Vicces volt, mert nem figyeltem, hogy raktam-e bele Oroki Katalisztot, és valahogy nem figyeltem, és nem tudatosult benne, hogy raktam bele Oroki Katalisztot. Ezért így beformáztam négyszer véletlenül, mert nem értettem, mi a faszol ezzel a karddal, hogy egyszer nem jön neki az adataim. Aztán egyszer csak oldalra néztem, hogy jó, bazd meg, nincs benne Oroki Kataliszt. Annyira noobnak éreztem magam. Akkor beleraktam egy Oroki Katalisztot, és így megmaradt még 22 felhasználható helyem. Pedig igazából nem is kell neki forma, max 1. És ki lehet hozni, de egyszer katasztrofálisan néz ki. Nem baj, nálam ez az a fegyver, amilyen überepik. De ez is egy bizőrkörös build, és nagyon jó kritikusokat lehet vele ütni, és elég magasak az adatai is, úgyhogy Blast Damage-re húztam azért, hogy tényleg elrepüljenek az ellenfelek, például amikor az Atlaszok az elsőleges képességével használom, és tényleg funny mókás dolgokat lehet vele művelni emiatt is, ugye nagyjából mindegyik karakter kezében megállja a helyét. Szóval Berserker, Northwind, True Steel, Volcanic Edge, Molten Impact, Pressure Point, Rending Strike és Life Strike. Ezzel a fegyver érdemes játszani és jó játszadozni, szóval gondoljátok végig, próbáljátok ki. Szerintem egész jó, azt kell mondjam. A következő fegyver, Tipedo is egy olyan kötelező fegyver, amit ki kell venni, aztán Master Rankhoz van kötve, de vegyétek ki, csináljátok meg, mert nagyon elégedettek lesztek vele. A Tipedo OP, nagyon OP. Szóval Northwind, Volcanic Edge, True Steel, Molten Impact, Pressure Point, Jack Dash, Fever Strike, Focus Energy. Persze eddig mindegyik fegyverben volt benne egy katalizt minimum. Tombó, azt most húzom, de lehet, hogy adok neki egy esélyt, de most nem beszélek róla. Team Buzzok, oh my god, ez a fegyver csak kihúztam XP miatt, de nem mert szám. És amiről még szeretnék itt beszélni, de én már kitöröltem, amúgy sem használtam soha, de egy jó fegyver is kezdőknek ajánlott kivenni a dojo-ból, az az Anku, nem kell bele forma, és nagyon jól Berserkerre lehet építeni. Szedjétek ki a dojo-ból, mert ez a fegyver nagyon jó fegyver tud lenni. Szóval, ja, nagyjából ezek lettek volna a fegyverek, amiről érdemes beszélni, vagyis hát nem érdemes beszélni, amelyeket én megszerettem a játékom során, és úgy döntöttem, hogy megtartom, és mert hogy élveztem velük a játékot valami oknál fogva, és ezek lettek volna a bígyék. Remélem tetszett, köszönöm a figyelmet, sziasztok!